Párizsban klímacsúcs, az ATV stúdiában Brayer Péter újságíró, jó reggelt kívánok. A klímacsúcson találkozik mindenki mindenkivel, az összes vezető ott van, Putyintól Obamáig, az ENSZ képviseletétől kezdve az Európai Unió vezetőig. Miközben a pápa meg a jordán király harmadik világháborúról beszél, és a legkevésbé sem a klímaproblémáról, és mintha nem csak a klímaproblémáról tárgyalnának azok sem, akik ott összegyűltek politikusként. Mi lehet a konklúziója annak, amire ott juthatnak? Talán a legérdekesebb kép, szép jó reggelt minden kedves nézőnek, a legérdekesebb kép az volt, hogy a török államfő hogy fordította el a fejét, na meg Putyin is hogy fordította el a fejét, amikor véletlenül látták egymást. Putyin-Obama találkozott, követte egy nagyon fontos telefonbeszélgetés, az amerikai és az orosz vezérkari főnök tárgyal telefonon, hisz még az időjárásról, a békéről, a kereszténységről, az iszlámról beszélgetnek, addig azért az orosz Szuhoj 34-es gépek keményen bombázzák az iszlám államot, néha még egy-egy török pékséget is eltalálnak. Ezt nem a bulvár kedvéért mondom, de ezek a légi feltételekből tények. Törökországban működő török pékséget? Nem, hanem a Törökország által adományozott, volt Szíria területén, a mai iszlám állam területén működő török. Azt bizonyítottnak tekinti a nemzetközi sajtó, hogy Törökország támogatja az iszlám államot? Így, úgy, amúgy, valamilyen módon? A török állam elnök azt állította, hogy amennyiben ez bebizonyosodik, hogy onnét importálnának kőolajat, akkor ő azonnali hatállyal lemond. Elnézést, ez a komputerem mondott valamit. Illetve jóvá hagyta. Beleszólt. Jóvá hagyta, hogy ez egy igen problematikus dolog. Többen megerősíteni vélik ezt, hogy az iszlám államnak ezekből az üzemanyag alapanyagból van bevétele. Az oroszok, mint említettem, nem csak légvédelmi rakétákat szereltek fel, hogy saját gépeik biztosítsák, hanem levegő-levegő rakétákat is bevetettek, amik 60 km távolságba pontosan találni tudnak. Így aztán ez elég veszélyes lett volna az izraeli légierőnek is, de nagyon érdekes módon ezen a párizsi találkozón Putyin hosszasan tárgyalt Netanyahuval, ezt most nem részletezném, csak egy nagyon fontos dolog, hogy az a két vezérkari főnök is beszélt egymással. Ezek a légvédelmi rakéták tulajdonképpen veszélyeztetik az izrael légierő gépeit is egy-egy szír vagy libanoni berepülés folyamán. Sőt, hát most érkezett egy hír tegnap éppen arról, hogy egy orosz gép megsértette az izraeli légteret is. Ugye a kommentár az volt, hogy na ugye nem kell azonnal lőni. Hát a tudnélik illikve az van benne, hogy először figyelmeztetik, illetve tájékoztatják a pilótát arról, hogy egy olyan felségterületre érkezett, ahol esetleg nem kívánatos, vagy mondja meg, hogy mi járatban van abban. Arra az izraeliek, ezt korábban már egy erről beszéltünk, ez körülbelül két és fél-három hónapja, amikor az izraeli miniszterelnök villámlátogatáson Oroszországban volt, ezért aztán a gépek fölismerik egymást, ez az orosz gép berepült, figyelmeztették, elnézést kért, és tovább ment az útjára, nem lőtték le. A kérdés változatlanul, nem szeretnék a turkológusok területébe beavatkozni, de hát itt a kemény kérdés, hogy a törökök tényleg figyelmeztették-e az orosz pilótát, avagy sem. Erről ma reggel még lesz szó, meg arról, hogy a törökök hogy próbálnak egyezkedni az Európai Unióval, vagy a világgal, például a menekültek kérdésében. Ha van még időnk, akkor érdemes lenni két-három mondatot beszélni arra, hogy tulajdonképpen ezek az egymást követő mini csúcsoknak kik a győztesei, vagy kik a vesztesei. Látszik már? Hát igen, látszik már, Törökország az egyik részben vesztese, hisz Oroszország embargót hirdetett ellene, természetesen az Európai Uniótól majd kapnak elegendő pénzt azért, hogy a migránsokat visszatartsák majd. A kérdés, hogy ennek eleget fognak-e tudni tenni. Mindenesetre az oroszok már megrendeltek hatalmas zöldség és egyéb élelmiszerkészletet az izraeli földművesektől, illetve a feldolgozóipartól. A kérdés az, hogy lehet, hogy Magyarországnak is sorba kéne állni, hisz az orosz turisták, akik nem szegények, talán most Törökország helyett jöjjenek Magyarországra, avagy
más melegebb helyekre, hát, mint például Éláde. Gazdaságilag is lenne ebben távlat az esetben, hogyha nem lenne embargó, de hát még van. Embargó máshol is van, jelen pillanatban a hazánk miniszterelnöke Orbán Viktor éppen Teheránban van, ahol egymás után szállnak le a gépek, sorbálnak, hogy mindenkinek jusson valami kis szerződés. Arról már korábban beszéltünk, hogy a német légitársaság is gépeket ad át nekik. Mi a nukleáris tudomány területén próbálunk nekik segíteni majd, avagy a kőolaj területén. Érdemes meg lesz megnézni, hogy mit szól ehhez a világ, hisz mások is szeretnének ebbe közreműködni. Bízom benne, hogy nekünk előbb fog sikerülni. Brajer Péter, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Jön a híradó, aztán Újhelyi Istvánnal folytatjuk, az MSZP Európai Parlamenti képviselőjét várjuk ide a stúdióba.